A húsvét fontosságáról kérdeztük Antal Imrét, Kistelek város plébánosát. Húsvét fontosságáról és a húsvétről kérdezzük Antal Imrét, Kistelek plébánosát. Köszöntöm Önt, miért is fontos a húsvét? Húsvét az ünnepek ünnepe. A legnagyobb ünnep az Anyaszentegyházban Jézus feltámadását ünnepeljük. Jézus, akit nagypénteken keresztre feszítve megöltek, harmadnapra, húsvét hajnalán feltámadt a halálból. Éppen ezért egy picit nehezen érthető ez az ünnep, és sokkal távolabb áll tőlünk, mint a karácsony. Karácsonykor ugyanis Jézus születését ünnepeljük, Betlehem, Jászol, pásztorok, bölcsek, kis Jézus, hát az egy ilyen idilli, ugye szoktuk mondani, hogy a családok ünnepe. Húsvétot sokkal nehezebb elképzelni, egy picit elvont. Nem nagyon érthető, hogy hogyan történhet meg az, hogy valaki meghal, sírba zárják, és harmadnap üres a sír, és azt mondják, tanúk nincsenek, de azt mondják, hogy feltámadt a halálból, és él. Éppen azért az az ünnep nem áll annyira közel hozzánk, mint a karácsony. Nem hat az érzelmeinkre. Inkább a kétkedés, a bizonytalanság, a hitetlenség vesz erőt rajtunk ilyenkor, de mindenképp van bennünk egyfajta kérdés, hogy hogyan történhetett meg ez, hogyan működik. Ugye a feltámadásnak nincsenek szemtanúi. Senki nem látta, hogy Jézus hogyan támad föl, hogy hogyan tért vissza az életbe, ezt nem tudjuk. Szentírási beszámolók szólnak arról, hogy feltámadása után többször is megjelent az apostoloknak, együtt étkezett velük, megmutatta a kezét, lábát, oldalát, és aztán pedig feltámadása után 40 nappal visszatért az atyához. A feltámadást csak a hit szemével lehet megérteni, és pusztán az értelemre hagyatkozni ebben a kérdésben nem lehet. Tehát az értelem az nem tudja felfogni ezt a titkot, hogy Jézus a halálból életre támadt. Hitünkben kell ráhagyatkozni erre. Van is egy szentírási jelenet, amikor az apostolok beszámolnak az egyik társuknak, Tamásnak, hogy láttuk az Urat. Ő pedig azt mondja, hogy nem hiszem. Én nem hiszem, hogy ő megjelent nektek. Aztán pedig eltelik pár nap, és Jézus újra megjelenik, és mondja Tamásnak, hogy gyere, nézd meg a kezemet, lábamat, sebeket, és akkor Tamás leborul előtte. És azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. Tehát kialakul benne a hit, de a feltámadás hite az nem úgy működik, hogy akkor jó, akkor én most ebben hiszek. Hanem ott szükség van egyfajta tanúskodásra, egyfajta tanúságtételre. Tamás valószínű azért nem hisz, mert nem látja a többiekben azt a lelkesedést, vagy azt a hozzáállást, hogy ez igaz lenne. És ma, amikor sokan azt mondják, hogy hát beszéltek arról, hogy Jézus feltámadt, meg húsvét, meg jaj, ugye? De hogy ez úgy tűnik, mintha még ti se hinnétek. Ugye? Mert hogy zárkózottak vagyunk, mert hogy nem foglalkozunk egymással. Tehát a feltámadás az újra beindítja az életet. Erről szól, hogy újra beindul az élet. Sokszor mi is halottak vagyunk, nem a szószoros értelmében fizikailag, hanem meghal bennünk a jó indulat, meghal bennünk a türelem, meghal bennünk az együttérzés, meghal bennünk a szeretet, mondjuk, hogy kiüresedünk. Olyan élő halottak vagyunk.
De az újra tud bennünk indulni. Az újra tud bennünk indulni. Akkor, hogyha mondjuk egy közösségben találkozunk valakivel, aki lelkes, aki biztat, aki buzdít, bátorít bennünket, ne add fel, gyerünk, csináljuk, tegyük, van értelme, nem hiába való, stb. Tehát, hogy valami ilyesmiről szól a történet. Tehát most nyilván mi azt képzeljük el, hogy ott valaki fekszik, azt egyszer csak felül. Ugye, és akkor. Tehát, hogy az Isten újra akar bennünket indítani, és ösztönözni akar bennünket arra, hogy nem tud, tehát, hogy az életet, ami az életnek az igazi értelmét adja, hogy azok az értékek, amelyek nélkül tényleg kiüresedik az életünk, és élő halottakká válunk, azok nem halhatnak meg örökre. Azokat nem lehet a sírba zárni. Tehát, hogy a szeretetet, a jó indulatot, az elfogadást, a szolidaritást, azokat az értékeket, amelyek az embert igazán emberré teszi, és a közösségeket igazán megtartja, ezeket nem lehet végérvényesen a sírba zárni. És húsvét pontosan erről szól, hogy az élet az utat tör magának. Hogy az élet az nem győzhető le végérvényesen. De ugyanakkor azt is mutatja, hogy az élet akkor diadalmaskodik, ha engedi magát legyőzni. És ez egy nagyon nagy titok, hogy Jézus úgy győz, hogy engedi magát legyőzni. Tehát nem esik neki az embereknek, és akkor na nézzük meg, hogy ki az erősebb, hanem engedi magát legyőzni. És így válik ő maga győztessé. És ez a mi életünkben is sokszor megvalósulhat, hogy nem biztos, hogy akkor vagyok én győztes, hogyha mondjuk minden igazságtalansággal szembeszállok. Vagy hogyha mindig a magam igazát keresem. Hanem akkor vagyok győztes, ha tudom legyőzni magamban azokat az indulatokat, azokat a feszültségeket, mondjuk azt a gyűlöletet, amely bennem van, és hogyha ezt szabadjára engedem, akkor elpusztít mindent. Ja, itt van ez a háború a szomszédba. Vagy itt volt ez a Covid-járvány, amely tényleg nagyon megviselt bennünket. És most a háború is. Ugye nem a mi országunkban történik, de itt van, és közel van hozzánk, és látjuk napról napra azt a borzalmas pusztítást, ami történik, ahol ártatlanok szenvednek, halnak meg, gyerekek, mindenki, menekültek, és hogy mennyire megérint ez bennünket, és hogy mennyire igazságtalannak tartjuk ezt. De ennek következtében, ugye a vírus, hogy oltás, oltakozzunk, ne oltakozzunk, ki mit mond, mennyi fajta vélemény, hogy ez milyen indulatokat tud belőlünk kiváltani. És rá kellett döbbennünk arra, hogy itt a nagy bajt bennünk, ott bent, nem a Covid okozta, hanem az, ahogyan mi ezt kezeltük. Az, ahogyan mi egymáshoz hozzáálltunk. Hogy nem tudtuk egymást megérteni, elfogadni, hogy te oltakozol, te nem, te így gondolod, én nem. És akkor egymásnak ugrottunk. És hogy kapcsolatok mentek ebbe tönkre. Hogy a nagy veszteség az nem mindig az, amikor valakit a szószoros értelmében elveszítünk. Mert ez az életrendje, hogy születtünk és meghalunk. De az igazi veszteségek akkor vannak, amikor élünk, de elveszítettünk valakit. Elveszítettem egy társat, mert nem tudtok vele egyet érteni. Elveszítettem egy barátot, mert más a nézőpontunk, és nem tudtuk összehangolni és egyeztetni. Vagy elveszítettem egy családtagot, mert nem tudtunk közös nevezőre jutni. Hát nem az a cél, hogy mi mindenben egyet értsünk, hanem az, hogy megértsük egymást. Hogy a különbözőségekben van az egység, ugye? És tehát, hogy önmagamat legyőzni, hogy nem mindig akarjam, hogy nekem legyen igazam. Magyarul ne önmagam körül forogjak. Tehát nem az a győztes, aki másokat legyőz, hanem az, aki
önmaga fölött tud uralkodni. És a húsvét erről szól. A húsvét erről szól. És még egy utolsó gondolat, ugye a húsvét az a megváltásunk ünnepe. Ami arról szól, hogy az élet utat tör magának. Az életet nem lehet végérvényesen sírba zárni. Az élet az győz. Mindig diadalmaskodik. És hogy húsvétkor mi történik? Ugye, ott van Jézusnak a pere, elítélik, gyalázatos módon kigúnyolják, megostorozzák, megkínozzák, aztán pedig végül az akkori kor legszégyenteljesebb és legkegyetlenebb eszközével megölik, de keresztre feszítik. És feltevődik a kérdés, hogy az Isten ezt miért tűrte el? Miért engedte meg, ha ő mindenható, ha ő mindenek fölött áll, miért engedte meg, hogy a fiát ilyen gyalázatos módon megöljék? Miért nem avatkozott közbe? És ennek függvényében úgy tűnik, hogy Isten egy vérszomjas Isten. Hogy Isten egy olyan Isten, aki végignézi egy karosszékből, hogy az ő fiát, az ember ilyen kegyetlen módon kivégzi. És teszi ezt azért, hogy ezáltal kiengesztelődjön az emberrel. Mert hogy a megváltásnak az a lényege, hogy amit az első emberpár annak idején elrontott ott a paradicsomkertbe, hogy ettek a fa gyümölcséből, és akkor elkövették a bűnt, és akkor az Isten megharagudott, mert hogy a bűnnel megsértettük az Istent, Isten megharagudott, akkor évezredeken keresztül rá se bírt nézni az emberre, úgy megharagudott, aztán azt mondta, hogy jó, akkor most elküldöm a fiamat, és akkor majd a fiam meghal, és akkor én megbékélek. Akkor ez egy picit érdekes, hogy Isten úgy engesztelődik ki, hogy a fiának meg kell halni. És nagyon sokan azt mondják, hogy hú, hát ez azért ez durva. Hogy egy olyan Isten, akinek szüksége van a vérre, mégpedig fiának a vérére, azért, hogy az embert üdvözítse, és az emberre kibéküljön. Pontosan úgy néznek, hogy én összeveszek önnel, ugye, és azt mondom, hogy akkor békülök ki, hogyha valakinek a vérét kiontják. Hát azért elég viccesen néz neki, nem? De egy másik felfogás szerint itt nem arról van szó, hogy az Isten minden további nélkül végignézte fiának a szenvedését, hanem együtt szenvedett vele. Együtt szenvedett a fiával. De miért? Azért, hogy az emberrel megértesse végre valahára azt, hogy az ember nem tud olyat tenni az Istennel, ami őt megakadályozna abba, hogy szeresse őt. Még akkor sem, ha megöli a fiát. Tehát az ember megölheti Istennek a fiát, de az Istent nem tudja megakadályozni abban, hogy szeresse. És nekünk egy picit ez nyomasztó. Mert a szeretet, az sokszor megbénít bennünket. Ezért nem tudunk mit kezdeni azzal, hogyha például valaki feltétel nélkül szeret minket. Megbénít. Mert bennünk mindig benne van az, hogy akkor ezt viszonozni kell. És ez kialakít bennünk egy görcsösséget. Hogy engem ennyire ne szeressen senki. Engem így ne szeressen senki. És a mi szeretetünk, az hozzátartozik az, hogy akkor valami viszonzás. Valakitől kapok valamit, mindig keresem a módját, hogy valamilyen formában visszaadjam neki. És kialakul bennünk egy ilyen adok-kapok, adok-kapok, adok-kapok. És nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy a szeretet az ingyenes. Az minden feltételtől, meg mindentől mentes. És az Isten szeretete ilyen. Ezért nem tudjuk elfogadni sokszor. Ezért nem tudunk mit kezdeni vele. Mert ő szeret minket anélkül, hogy bármilyen viszonzást is elvárna tőlünk. De nyilvánvaló, hogyha megtapasztaljuk ezt a szeretetet, akkor ez minket átformál.
És nyilvánvaló, mi nem azért akarunk jó emberek lenni, mert ha nem, akkor az Isten megbüntet minket. Hanem azért vagyunk jó emberek, és azért törekszünk normálisan, értelmesen élni, mert ha az Isten szeret bennünket, akkor nekünk is szeretnünk el egymást. És ha ez így van, akkor azt gondolom, hogy nem egy kényszerré válik nekünk a normális élet, hanem emberi alap. A Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola Fúvó zenekarra lépett fel a Csongrád Csend megye identitás erősítése programsorozat Kisteleki állomásán. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Thank you.
Az ökölszem is a medve című mesét hallhatják Kovács Erzsébet előadásában. Az ökölszem és a medve. Egyszer egy nyáron a farkas és a medve sétálni ment az erdőbe. A medve valami nagyon szép éneket hallott, s megkérdezte a farkast. Miféle madár ez, amelyik ilyen szépen énekel? Az a madarak királya, mondta a farkas, pedig az ökörszem volt. Na jól van, de szeretném látni azt a királyi palotát, ahol a király lakik? Az nem olyan könnyű, mondta a farkas. Meg kell várjuk, amíg a királyné hazajön. Nem sokára jött is a király, és a királyné eledellel a csőrükben, hogy megetessék a fiókákat. A medve szeretett volna rögtön oda menni, de a farkas visszatartotta. Várd meg, amíg megint elmennek. Megjegyezték, hogy hol van a fészek, és tovább mentek. De a medvének nem volt nyugta. Mindenképpen szerette volna látni a kastélyt, s nem sokára megint oda cammogott. A király és a királyné éppen akkor repültek ki. A medve bekukucskált a fészekbe, és vagy 6 fiókát látott benne. Hát ez a királyi kastély? Kérdezte nagy mérgesen. Hiszen ez egy nyomorúságos viskó, és ti királyi gyerekek vagytok, közönséges kölykek. Meghallották ezt az ökörszem fiókák, s rettenetes kiabálásba kezdtek. Mi nem vagyunk közönséges kölykek, ezért meglakolsz, medvekomám. A medve megszeppent, s visszament a barlangjába. Nem sokára hazajött megint a király, s a királyné
Eleséget hoztak a fiókáknak, de azok nem nyúltak az étel után. Azt mondták, míg csak egy légy combocskához sem nyúlnak, ha éhen halnak, akkor sem, amíg meg nem bizonyítják a medvének, hogy ők nem közönséges kölykek. És elmondták, hogy mit mondott a medve nekik. Azt mondta az édesanyjuk, ne búsuljatok, fiókáim, majd eligazítjuk mi a dolgát, és megtanítjuk a móresre a medvekomát. Elmentek a medve barlangja elé, és bekiabáltak. Vén dörmögő, miért szidalmaztad a gyerekeinket? Ezért meglakolsz, véres háborút indítunk ellened. És megizenték a medvének a háborút. A medve azonnal hadba szólította az összes négylábú állatot, az ökröt, a szamarat, a nyulat, az őzet és mindent, ami a földön élt. Az ökörszem pedig szólította az összes repülőt, nem csak a madarakat, hanem minden bogarat, legyet, szúnyogot, méhet és darazsat. Közöttük legravasszabb volt a szúnyog. Ide-oda surrogott az erdőbe, s végül letelepedett egy fa levelére, ami alatt éppen a vezérkar tanácskozott. A medve maga elé hívatta a rókát, és azt mondta, mivel az állatok között te vagy a legravasszabb, légy te a vezér, s vezess minket. Jól van, szólt a róka, de milyen jelben állapodjunk meg? Erre nem mondott senki semmit. Végre a róka azt mondta, az én farkam jó hosszú, lompos. Mikor a farkamat magasra emelem, azt jelenti, hogy minden jól van, és akkor nyomuljatok előre. De ha behúzom, akkor baj van, szaladjatok, amerre láttok. Ahogy a szúnyog ezt meghallotta, visszarepült, és mindent elmondott az ökörszemnek. Mikor felvíratt a csata napja, a nagy négylábúak rettenetes robajjal törtettek elő az erdőből. A föld is remegett bele. Az ökörszem a seregével szembe repült velük, hogy csak úgy surrogott, csattogott a levegő. Egymásnak rohant a két sereg. Az ökörszem elsőnek a darazsat küldte, hogy szálljon a róka farka alá, s jól szurkálja össze. Úgy is történt. A róka az első szúrást vitézül tűrte, és még magasabbra emelte a farkát. De a második szúrásnál megijedt, és egy kicsit lehúzta. A harmadik szúrást már nem bírta. Üvölteni kezdett, és a farkát a lába közé kapta. Mikor az állatok ezt meglátták, azt hitték, hogy minden elveszett. Szaladni kezdtek mindegyik a maga odujába. A madarak megnyerték a csatát. Az ökörszem és a felesége hazarepültek, és már messziről kiabálták a gyermekeiknek, hogy örüljenek, mert megnyerték a csatát. De a fiókák azt mondták, hogy ők addig nem örülnek, míg a medve oda nem jön, és bocsánatot nem kér. Az ökörszem erre a medve barlangjához repült, és bekiáltott. Dirmegő, dörmögő, vén mackó, gyere és kérj bocsánatot a gyermekeimtől, mert különben összetörlek. A medve szépen odacammogott, s nagy alázatosan bocsánatot kért. Most már az ökörszem fiókák is meg voltak elégedve. Vígan ettek, ittak, reggelig vigadoztak. Így volt, vége volt, mese volt.
Húsvét idején is fontos az egészséges táplálkozás. Lusson Stíme a dietetikust és Tóth Rehellina beszélgetését láthatják ebben a témában. A kistelki egészségfejlesztési iroda dietetikusa, Lusson Stíme és Tóth Rehellina beszélgettek arról, hogyan is táplálkozunk egészségesen húsvét idején is. Szeretettel köszöntöm a nézőket itt a kistelki egészségfejlesztési irodában. Ma, és szeretettel köszöntöm Tóth Rehellinát, beszélgetni fogunk az egészséges táplálkozásról. Már számomra nem újdonság, hogy találkozok veled, nap mint nap találkozok, és ezeket az egészséges dolgokat, termékeket, kalácstól kezdve, zakuszkát, paradicsomlét, pástétomokat és friss zöldségeket, diót, mindig nálatok vásárolok, nézelődök, és a mostanság nagyon-nagyon örömmel veszem azt, hogy itt Kistelek viszonylatában megtaláltam ezt a lehetőséget. A szakmám révén egyébként így a kisteleki lakosság számára, akik bejönnek étrendi tanácsadásra, nagy szeretettel mondom el, hogy ilyenfajta táplálkozásra is van már lehetőség Kisteleken. Hogyan is döntöttetek, vagy miért is jött ez az ötlet, hogy ilyen termékekkel foglalkoztok, amik ugye adalékanyagmentesek, természetesek, rengeteg rostforrást tartalmaznak ugye a zöldségek révén. Hogy adódott az ötlet? Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy erről beszélgethetünk, hogy hogyan is alakult ez ki, vagy hogyan indultunk mi is el. A férjem alföldi születésű, és náluk mindig is megtalálható volt otthon a munkakörben, a kerti munka, kis konyhakertjük volt, és így ebből adódóan a párom hozta ezt magával, és a mi családunkban is ezt beépítettük, hogy mi is szeretnénk kertet művelni, egy kis konyhakertet, és ezzel is úgy a magunk, mint mások egészségét szolgálni. És ezt tágítottuk ki, jobban mondva ezt a kört, hogy átgondoltuk, hogy mi lenne, hogyha kistermelőként egy kicsit több emberhez eljuttatnánk ezeket a zöldség-gyümölcsféléket, amikkel otthon mi foglalkozunk, mi gondoskodunk róluk, és népszerűsítjük egy kicsit az egészséges táplálkozást. És hát így indultunk el, és összefogva ketten, ő többnyire a növények gondozásában, én pedig a termékeknek az elkészítésében, mint a szilvalekvár, vagy az itt látható paradicsomlé, paprika, krémek, pástétomok, hogy én ezt meg elkészítem, és az elkészítési módban is ugye igyekszünk természetes dolgokat használni, tartósítószermentesen és cukor nélkül, cukor hozzáadása nélkül elkészíteni, ugye különböző technikákkal, és ezzel is úgymond egészségesebbnek lenni, és az embereknek ezt továbbadni, így indultunk. Nemrég a kolléganőimmel beszéltük, hogy gyermekeik vegetáriánusak, húsmentesen étkeznek, és megint eszembe jutottál, mert nálad már találkoztam, itt az asztalon is látható virslivel, és ha hiszik, ha nem, ez a virsli, ez tofuból készül, tehát egy teljesen húsmentes dologról van szó. Ezt megint nagyon nagy örömmel vettem, mint szakember, ugyanis tavaly októberben az Okostányér kiadvány, a magyar hazai táplálkozási ajánlásunk bővült egy kiegészítéssel, főként a húsok fogyasztásánál, hogy hetente egyszer fogyasszunk húsmentes ételeket. Ezt grafikusan is ugye föl lett tüntetve az Okostányér kiadványon. Itt látjuk, hogy a hal mellett, a húsok mellett, sovány húsok mellett, baromfi húsok mellett szerepel a bio, mint növényi fehérje. Megint felét fordulok, ez a húsmentes
terméknek az elkészítése mennyire bonyolult, vagy mennyire egyszerű? Igazából nem bonyolult, nem mondanám semmiképpen bonyolultnak. Másfajta szemléletet és másfajta hozzáállást igényel, úgy ízlés kérdésében is, mint máshogy készítjük, mint ugye a hússal készült dolgokat, vagy mint amit a boltok polcain megtalálunk. Erről is elmondható, hogy adalékanyagmentes, ízfokozómentes, ugye saját, akár saját eltevésű fűszereket használhatunk benne, és ez a virsli például, ugye, ahogy említette is tanácsadónk, hogy tofuból készül, és ezt kiegészíti még csicseri borsó liszt, ami egy nagyon hasznos tápanyagforrás, a csicseri borsó. Borsófélék magas fehérjetartalommal rendelkeznek, és még búzafehérje alapú is ez a virsli, tehát hogy egy teljes értékű, komplett fehérjét kapunk ebben, és nem fogyasztottunk húst, de a szervezetünknek kicsit könnyebb emészthetőséget és pihentetőbb munkát biztosít ezáltal. Húst a hússal szemlélet ezáltal meg is dőlhet, igen. Ugyanis akkor a növényi eredetű fehérje és állati eredetű fehérjék együtt ki fogják majd kompletálni egymást, és így lehet egészségesen táplálkozni. A múltkorában a kalácsodat megkóstolva nagyon-nagyon jó élmény volt, mert ugye nem volt az az édes jellege, tehát abszolút nem éreztem benne cukrot. Hát miért is van ez? Nagyon szeretek otthon kreatívkodni a konyhában, amint ez látszik is. Szívemet, lelkemet beleteszem ugye a sütésbe, főzésbe, és ugye én is két gyerekes anyuka vagyok, és szeretnék az asztalra mindig egészséges és tápláló finom ételeket készíteni, és ezeknél a dolgoknál is, a pék termékeknél is odafigyelek, hogy mindig friss és egészséges pékáru kerüljön az asztalra, így házit fogyasztunk otthon is mi is. És például nálunk a családban nem található meg a finomított cukor, hanem alternatívákat használunk, különböző alternatívákat, méz, vagy nátcukor, a parnacukor, vagy különböző stevia, eritrit édesítőszerek. Ezek ugye mind természetes dolgok, és nem nehezítik el a szervezetet, nem táplálják a rossz dolgokat bennünk, és ezekben a termékekben is nátcukor található meg, kicsit kevesebb az édesítő ereje, de ugyanakkor érezzük, hogy mégiscsak édeset eszünk, és ugyanúgy el lehet készíteni egy kis kísérletezéssel, vagy tapasztalatszerzéssel, már ezek is könnyen elkészíthető ételek és finomak. Ezen az asztalon minden megtalálható, ami a húsvéti dőzsöléshez adódhat, vagy kell, szükséges. Azonban itt is láthatjuk azt, hogy össze lehet hozni az egészséges táplálkozást, a tudatos, légtudatos táplálkozást a hagyományos táplálkozási módokkal. Tehát a húsvétbe is, mint ünnepbe tudunk belevinni, bele tudjuk csempészni azt a fontosságot, fontos szempontot, hogy mindig tudatosan táplálkozzunk. Ugye itt a zöldségek szempontjából a rostot tudjuk nagyszerűen pótolni, ugye mert azért a sonka és tojás nem maradhat el asztalunkról, mint fehérjefogyasztás. Azonban ha kevés rostot viszünk be, akkor az nem lesz jó a szervezetnek, gyorsan túlcsúszhatnak a kalóriák. Ezekkel az alapanyagokkal, zöldségekkel, medvehagymával, salátával, ami mind ugye hazai termesztésű dolgok, a hagymával, tehát ki tudjuk egészíteni az étkezésünket.
Ahogy ezt az asztalt elnézem, gyakorlatilag húsvétkor a cukorbetegek is, tehát akik már betegek, vagy akár egy laktózérzékeny, tejcukorérzékeny, tejérzékeny és lisztérzékeny is megtalálhatja az alternatívát számára. Ez megint egy nagyon-nagyon jó dolog. Tudatosan állítjátok így össze, tehát hogy esetleg a családban van, akinek sajnos tehát betegség kapcsán kell esetleg étrendet tartani, vagy csak ez az alapvető egészséges szemlélet hozza ezeket a dolgokat? Sajnos a felmenők között megtalálható cukorbetegség is, magas vérnyomás, vagy akár szívbetegség is a családban, és ennek fényében mi szeretnénk, hogyha ez nálunk nem lenne fellelhető, és ezért már előzékenyen igyekszünk figyelni magunkat is, és gyermekeinket is úgy táplálni, hogy ezek ne fordulhassanak elő, vagy minél kevesebb legyen az esély arra, hogy ezek a betegségek felüssék a fejüket, ezért táplálkozunk így a családban. Néhány praktikus kis ötletet összegyűjtöttünk közösen Reával, hogy húsvétkor hogyan is lehet azért egészségesen is étkezni, bűntudat nélkül is étkezni és jól lakni. A diót és a diákcsemegét, mint olajos magvakat azért tettük ki, hogy amikor elmegyünk étkezni vendégségbe, akkor gyakorlatilag a túlevés elkerülése véget, hogyha nem marok számra, hanem egy-egy szemet, pár szemet megeszünk ezekből az olajos magvakból, akkor ezek nagyon jó növényi fehérjék is lesznek, illetve a túlevést is ugye el fogjuk ezzel kerülni. Aztán praktikus tanácsként én azt tapasztaltam, vagy azt láttam, hogy a süteményeidet, amiket ha rendeltem tőled, akkor mindig olyan kis adagokba, tehát hogy kis kockákban van rá lehetőség, hogy ezeket megvásároljuk. Ezt is gondolom tudatosan csinálod, hogy tehát hogy kisebb szeleteket készítesz. Igen. Hát ez is azt szolgálja, ugye, hogy ne, mert ugye amit a szem lát, amit a kívánság szeretne, az nem mindig biztos, hogy az egészséges életmód fele vezet, hanem próbáljunk mértékletesek lenni, és mértékkel használni ezeket a dolgokat is, és így, hogyha kevesebb van előttünk, akkor így kevesebbet tudunk belőle fogyasztani, és nem esünk túlzásba, nem terheljük meg a szervezetünket, és nem mellesleg többfélét tudunk megkóstolni, és igyekezzünk ugye ezeket az élelmiszereket is minél egészségesebben elkészíteni, egészséges és minőségi alapanyagokból. Ha a vendégségbe mész, viszel-e valamit? Igen, én nem szoktam üres kézzel menni általában, nem is szeretek, és jó érzés adni, ugye? Meg hogyha ott van, akkor közösen tudunk belőle enni, és elmondhatjuk azokról is, hogy tudjuk, hogy mi van benne, nem boltban vásárolt dolgok, hanem egészséges és általunk készített dolgokat ehetünk, és gazdagíthatjuk az asztalt ezzel. Így a húsmentességre még visszatérve, a krémek, az akuszka krém, aztán sült paprika krém, mint alternatíva és lehetőség van. Íze, finomak, szeretik? Igen, ezek a is... A gyerekek is elfogadják? Tehát igen, hogy... igen. Úgy gondolom, hogy az ízlésünket is azért nevelni kell egy kicsit, úgymond, hogy hozzá vagy visszaszokjunk a természetesebb ízekre, hogy ne olyan sok sót, ne olyan sok cukrot használjunk, de ugyanakkor ízletes és finom legyen az étel. Ezek is a kertben megtalálható dolgokból, paprikából, paradicsomból, hagymából készülnek, egy kis hőkezeléssel, és teljesen tartósító és cukormentesen vannak elrakva. Érdekességképp elmondanám, hogy így húsvétkor ugye sokszor sok helyen föltesznek cukros üdítőket,
nem is gondolnánk, hogy ha napi szinten megiszunk egy fél liter cukros üdítőt, akkor egy év viszonylatában akár 12 kilót is plusz kiló feleslegként föl tudunk szedni. Tehát, hogy ennyire sokat takar akár csak egy fél liter cukros üdítőnek az elfogyasztása, tehát ezeknek a fölösleges plusz kalóriáknak. Egy chipsnél például egy zacskó chips ugye 7 dekás, abból, hogyha napi szinten csak egyet megeszünk, tehát hogy pluszként, mondjuk nassolásként, ami az energiabevitelünkön, szükséges energiabevitelünkön fölül van, akkor pedig plusz 19 kilót tudunk hízni. Tehát ezért célszerű azért ilyenkor a húsvétkor is odafigyelni arra, hogy hogyan étkezünk, tudatosan, légtudatosan táplálkozzunk. Én azt gondolom, hogy ez a lehetőség, amit Kisteleken most adott és van, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy mindenki meg tudja ismerni az egészséges táplálkozást, tudatos táplálkozásnak az alapjait, hogy hogyan lehet jó ízűen is táplálkozni, de egészségesen is. Ha mégis valaki ugye bűnbe esik, akkor meg soha ne feledkezzünk meg a mozgásról. Például, hogyha mégiscsak megeszünk két szelet sonkát, és mondjuk éppen a zsíros változatból, ami ugye mondjuk egy 10 deka sonkát takar, akkor utána azt testmozgással el is tudjuk, tehát a zsíradékot, a kalóriafelhasználásunkat azt el tudjuk égetni. Csak úgy érdekességképpen mondanám, hogy két szelet zsíros füstölt sonka, tehát ami 10 deka, 400 kilokalória, azt egy 3-4 órás kerékpározással le tudjuk. Ugye nem is olyan sok, és ettünk is, fogyasztottuk is, de most ezzel a kis beszélgetéssel azt is megmutattuk és érzékeltettük, hogy az alternatívákat, tehát azt, hogyha egészségesebben szeretnénk táplálkozni, húsmentesen szeretnénk táplálkozni, arra is van lehetőség, és meg tudjuk úgy oldani, hogy rejtett formába bár, de bevittük a szakszerűséget, illetve magát a természetességet. Igen, még itt csatlakoznék ehhez a kis részhez, hogy nagyon fontos például számunkra is, hogy a természetben legyünk, ugye ott van a kis kert, és nagyon szeretünk kimenni, ugye a gyerekekkel is, és eltevékenykedni ott a kertben, ugye friss levegőn vagyunk, mozgunk is, és így a test és a lélek is fel tud üdülni, és nem szabad elfeledkezni az ünnepi időszakokban is, hogy ne csak a táplálékkal foglalkozzunk, ne az asztal mellett töltsük az egész időt, hanem a családdal, a természetben használjuk ki a tavasz adta lehetőségeket, sétáljunk nagyokat, és üdüljön fel a mi testünk és a mi lelkünk is ezáltal. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.